Gratulálok a szép sikerhez, hiszen ezzel a találkozóval 100%-os tavaszi szezon tudtatok magatok mögött. A mai mérkőzésre hogyan készültetek, mivel tudtátok, hogy nagy jelentősége nincs, de mégis azért hazai pályán léptetek, itt hazai közönség előtt léptetek pályára. Először is nagyon szépen köszönjük. Igen, elég szép teljesítmény ez a tavaszi szezon, hogy minden mérkőzésünket meg tudtuk nyerni. Hát ugyanúgy készültünk erre a meccsre is, mint mindegyik másra. Győzni szerettünk volna mindenképpen, hazai közönség előtt ráadásul. Velük is megünnepelni ezt az ezüstérmet, és hát jól jött ki, jól sikerült. A mérkőzésnek volt-e valamilyen fordulópontja, hogyan láttad? Az elején ugye a vendégcsapat szerzett vezetést, aztán egyre inkább mi magunkra találtunk. Igen, igen, az első fél idő az nem volt túl jó, szerintem 10 gólt kaptunk. Bernadett, ki a szélre, labda, a vendégcsapat támadása, és mi, hazám is lett volna gond, csak a kapogólokkal, sok zicser ki is maradt, eladott labda, indítások, stb. Stb. De hát egy másik fél időre elég jól összeért a védekezés, és támadásban is nagyon jó. Doszpod, szépen. Azt hiszem, abban nagyon sokat fejlődött a csapat ez a mérkőzés. Játékos a Lőrinc lódul, mert egyedülvezető a kapus a Lőrinc, és Lőrinc ledobja. Igen, igen, hál' Istennek elég szépen felfejlődtünk ez a feladathoz, és nagyon büszke is vagyok ezért a lányokra, hogy ilyen teljesítményt sikerült nyújtani. Két vereségetek volt az egész szezonban, jól tudom. Középre elcsípjük, ez a két mérkőzés döntött el meg itt a cím sorsát gyakorlatilag, hiszen azért a havasságban idegenben is sikerült felszerelni. Szentpéteri, tovább hát, tudja passzolni. Nem is két meccsről, de egy meccsről hát beszélünk igazából. Kis összeszedi a labdát, az itt van vereséget a János Halma ellen, az, hogyha legalább, hát nem is döntetlen, de hogyha azt végigvezették a lányok azt a mérkőzést, azt úgy tudom, nem voltam itt azon a meccsen. Hát sajnos azt a végén egy góllal elveszítették, vagy elveszítettük, nem tudom, hogy mondjam, és hát igazából ott csúszott el ez a mérkőzés, vagy ez a tabella, hogy nem lehetünk elsők. Lehet ennek folytatása esetleg jövőre valami érmesebb álmokat ápolni, és kiszorítani az ellenfelet. A széről pedig ott marad az ide. Persze, ez az elsődleges célunk. Idén is ez volt, vagyis hát én mikor visszajöttem, nekem mindig is ez volt, de jövőre is ez lesz, természetesen. Nagyszerű teljesítmény nyújtottak a régi tavaszi szezon során, pedig feltettétek az ígére a pontot. Hogyan tudnád értékelni ezt az utolsó bajnoki találkozót? Aztán lőjük a gólokat, Lőrinc lódulhat meg. Lőrinc véka, senki nem követi Lőrinc. Nagy arányban tulajdonképpen győzelemre számítottunk. Ennél talán egy kicsit nagyobb ellenállást vártunk. De nagyon jó volt az, hogy szinte mindenki gólt lőtt, nagyon jó volt a csapatjáték, jól éreztük magunkat a mai meccsen. Azért azt említsük meg, hogy te csak a második félidőben játszottál, mégis lőttél több gólt. Hogyan láttál a csapat teljesítményét az elsőben, egy kicsit talán gyengébb volt, egy gólt kaptak a másodikban, aztán elszakadt minden és lőttétek a gólokat. Második fél időre melegettünk, beszéltek. Holcimer eldobja és gól. Összeállt szerintem el is fáradt a bácsbokod, mi azért talán fizikálisan tényleg erősebbek is vagyunk. És hát összejöttek a figurák, az indulások, hogy Zivet nagyon jól védett, abból már tudtunk indulni, úgyhogy így jó volt. Bát. Láttam, hogy többször olyan helyzeteket is megoldottatok, amikor Eszter, egyedül törhet be és góllal fejezett. Élesebb mérkőzésen nem vállaljátok el, most bátran elindítottátok egymást. Voltak olyan játékgólok, amikor ellőttétek és bement egyszerűen. Ez annyit jelent, hogy most már felszabadult, amikor a bajnokság vége felé játszottatok, és nem tudja eldobni. Aki pattanol. Ez pontosan így van, nagyon felszabadultan játszottunk, és tényleg ilyenkor belefér az, hogy megpróbálunk olyan helyzeteket is, amit egyébként egy szorosabb meccsen nem. Miben fejlődött nagyon sokat a bajnokság második felére az együttes, hiszen ősszel azért egy kicsit döcögősebben jöttek ezek a mérkőzések? Mentálisan. Úgy összehangolódtunk. Ugye a tavaszi szezon az nagyon jó volt. Tényleg a hangulat, az összetartás, az edzések, még ha nem is vagyunk sokan edzésen, akkor is mindenki mindenkiért. Nagyon jó volt a tavaszi szezon. Ebben a bajnokságban a két csapat van, ugye a Kiskumadas és a Solothatkert, amelyik kiemelkedik. Miért vagytok ti ketten ez a két gárda sokkal jobb, akár a pontokat vagy a játékot is tekintve a többi együttestől? Hát ez jó kérdés. Talán a rutin. Talán az, hogy ez az a két csapat, ahol voltak, vagy vannak olyan játékosok, akik magasabb helyen is játszottak. Lehet, hogy ez abból fakad.
Igazából nem tudom. Nagyon örülünk, hogy tavasszal megvertük a Halast. Ott sajnos az őszi jánoshalmai itthoni vereségünk miatt most másodikak vagyunk, de ennek is örülünk. A csapat jövőjéről nem tudom korán még kérdezni olyan információkat, hogy maradtok-e együtt, mi lesz a jövőben, hogyan álltok össze, ez a csapat esetleg így dolgozik-e tovább, tehát vannak-e tervek erre, elképzelések? Hát kicsit korai még, az biztos, hogy ami nagyon-nagyon nagy öröm számomra, hogy a fiatalokat így be tudtuk építeni a csapatba, abban reménykedünk, hogy még többet be tudunk a jövőben építeni. Nyilván az lenne a lényeg, hogy vadkerti játékosokkal és őket fölfejlesztve nagyon ügyesek, kitartóak, és én úgy gondolom, hogy ez irányba indulunk el. Többit nem tudom, hogy most lesz-e változás, igazából azt még nem tudjuk, reméljük, hogy maradunk így, ahogy vagyunk, és csak bővülünk. Lesz most azért ünneplés az öltözőben, vagy utána? Hát csak egy kicsi. Talán utána Eszter meghívta a csapatot délutánra hozzá, úgyhogy oda megyünk egy bocsira.